A kötetben 9 szerző, 35 kiemelkedő személyiség életét dolgozta fel, akik az élet különböző területein sokat tettek a magyar-lengyel kapcsolatukért. De amikor kitaláltuk a hídépítő kötetet, hogy ezzel tisztelgünk a lengyel függetlenség visszaszerzésének 100. évforduló előtt, akkor azért az volt az elvünk, hogy olyan embereket válogassunk be ebbe az arcképcsarnokba, akik az egész életüket rátették a lengyel-magyar barátság ügyére. Ebben élték a mindennapjukat és tevékenységükkel, nagyban hozzájárultak a két nemzet jobb, egymásnak jobb megértéséhez. És az is egy elv volt, hogy az élet minden területét megmutassuk. Így természetesen van benne politikus, katona, vagy műfordító, vagy sportoló is akár, de mint Trojan úr képzőművészetben dolgozott, és ő képviseli ezt az ágazatot, mondhatjuk így csúnya szóval. Tehát gyakorlatilag megmutatjuk rajtuk keresztül, hogy a lengyel-magyar barátság milyen színes skálán mozgott. A Trojan Marian József közéleti tevékenységét és a képzőművészeti munkásságát bemutató fejezeteket lányai Trojan Márta és Trojan Tünde írták. Elsősorban képzőművész volt, tehát úgy indított, hogy magyarokat próbált meg bevonni ugye ezekbe a szakkörökbe, de az ő ismerettségei révén nagyon sokan megismerkedtek egymással. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én már megszülettem, és már úgy az eszemnél voltam, akkor rengeteg lengyel fordult meg a mi házunkban, akik apukámat nem ismerték közvetlen közelről, hanem, mit tudom én, valaki mondta, hogy de itt Füzesabonyban vagy Eger mellett él egy lengyel, aki hát nagyon jó fej, és hogy lehet nála, meg lehet nála szállni, és rengeteg ember megfordult. Tehát nem, a mi nyaraink úgy teltek, hogy ilyen emberek, különféle emberek fordultak meg, amiből aztán nagyon jó ismerettségek születtek, és apukámnak különös képessége volt, hogy a magyarokat és a lengyeleket összekapcsolja. Tehát, hogy ő hozzá érkeztek, de megismertette őket más emberekkel, és akkor ők ebből egy ilyen nagyon mély baráti kapcsolatokat szövődtek az évek során. És nagyon nehéz így egy mondatban összefoglalni, hogy ő miket csinált, mert rengeteg mindent csinált. Tehát ő kutatott ezeket a magyar-lengyel kapcsolatokat egészen a történelmi mélységekig kutatta. Ugye ő a várban is dolgozott, ott felfedezett egy címert, amiről kiderült, hogy ez lengyel címer, tehát hogy nagyon szerteágazó volt az ő lengyel-magyar kapcsolatainak a szövése, de igazából azt tudnám mondani, hogy ő amikor idejött, nem tudom, hogy ez a küldetése volt-e, de ő így indult, hogy neki ez fontos volt, hogy ez a két, ugye ő gyerekként került Magyarországra, a magyarok voltak, akik neki kezet nyújtottak a bajban, és ő ezt sose felejtette el. A lengyel és a magyar közösségek összekapcsolása Trojan Marian József számára egyfajta életcélt is jelentett. Amikor még nem is volt szó testvérvárosi kapcsolatokról, apukám már akkor összehozott városokat, Hevest, Egert is, még akkor ugye nem volt ilyen formálisan semmissel kapcsolata, de az az apukám volt az első, aki ezt tulajdonképpen akarta, hiszen onnan származott, és nagyon közelinek találta a két várost. És azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok voltak, amit ő így organikusan csinált. Tehát ebben nem volt semmi mű. Trojan Tünde úgy véli, hogy a magyar-lengyel kapcsolatokban ma is szükség van a hídépítőkre. Szeretném, ha így lenne, hogy meg lenne. Nem biztos, hogy ez olyan mélységekig megvan, mint akkor, amikor történtek ezek a dolgok, amikor össze kellett fogni 39-ben vagy 56-ban. De szeretnének az emberek egymáshoz közeledni, és ami pozitív, hogy fiatalok vagy gyerekek is szőnek egymással kapcsolatokat. Én nagyon sok csoporttal voltam kint Lengyelországban, színművészeti főiskolásokkal sokat tolmácsoltam nekik, és annyira megszerették az országot, meg az ottaniakat, hogy ők is ugye elkezdtek barátkozni. És szerintem ez ilyen, vagy azt hiszem az apukám is így gondolta, vagy így gondolná most is, hogy ezt így kell csinálni.